Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Megkérdezzük a polgármester című műsorunk legfrissebb adása. Köszöntöm stúdiónkban Cserdényi Németh Angéla polgármesterasszonyt. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Minden alkalommal komoly témáról beszélgetünk, mikor eljön hozzánk, de azt gondolom, hogy a mai adás lesz talán az, amikor hát semmiféle vidámságról nem tudunk beszámolni a nézőknek. Az ukrán háború és a háború miatt kialakult helyzet mindannyiunkat érint itthon Magyarországon, és rengeteg kezdeményezés van azzal kapcsolatban, hogy az ide menekülők számára hogyan lehetne segítséget nyújtani. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy az önkormányzatnak milyen szerepvállalása van jelenleg, illetve amikor értesültek arról, hogy menekültek érkeznek Magyarországra, akkor hogyan reagáltak erre első körben? Első körben ugye hát nyilván a döbbenet után a fővárosi önkormányzattal koordinációban próbáljuk segíteni a menekülteket, akik ide jönnek Magyarországra. Utána a hét folyamán azért a katasztrófavédelem átvette az irányítást, de ettől függetlenül mind a fővárosi önkormányzat, mind a kerületi önkormányzat megpróbál a lehetőségeihez képest segíteni. Mi felajánlottuk a Budai 2 László stadionban lévő sportszálunkat. Ukrán menekültek fogadására a mai napon még nincsenek nálunk ukrán menekültek a szállón, illetve hogyha tömeges lesz azoknak a száma, akiket be kell fogadnunk, vagy jönnek Magyarországra, akkor a Bernece baráti tábort nyitnánk meg a számukra. Ugye az egy kicsit hosszabb távra lehetőséget biztosít arra, hogy elszállásoljuk az ukrán menekülteket. Én azt mondtam első körben rögtön, hogy nem nézzük azt, hogy ő ukrán-ukrán, vagy ukrajnai-magyarról beszélünk. Szerintem, aki a hazájából el kell, hogy meneküljön, ott nem kell nézni, hogy milyen állampolgárról beszélünk. És sajnos tényleg az van, hogy nagyon sokan jönnek Magyarországra, látjuk tévébe, halljuk különböző híradásokból, vagy akár a közösségi média oldalain, hogy nagyon sokan érkeznek a pályaudvarokra, és akik nem tudnak tovább menni, vagy nincs meg az a lehetőségük, hogy bármerre tovább mehessenek Budapestről, akár más, az ország más részébe, vagy esetleg tőlünk nyugatabbra, azokat természetesen segítjük, ahogy lehet. És ezen felül még ugye gyűjtést szervezünk önkormányzati szinten a Csokonai Nonprofit Kft-vel együtt, ahol le lehet adni tartós élelmiszert, vagy különböző higiéniai termékeket, vagy bármit, amit úgy gondolunk, hogy szükség lehet rá. Ezt több gyűjtőponton, ugye itt az önkormányzat épületében is, illetve a Csokonai telephelyein, az Ötvös utcában, a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve az Újpalotai Közösségi Házban le lehet. De hát számos kezdeményezést látunk azért magánszemélyektől is, akik vállalják, hogy ők a gyűjtőpont, és akkor eljutatják akár a határa, akár esetleg a menekültekhez más helyekre. Ugye azt lehet látni, hogy a keleti határ mellett a különböző települések, akár kis település, akár mondjuk nagyváros, ez egy befogadó állomás, és nyilván ott is szükség van ezekre, akár élelmiszerre, akár, ahogy említettem, a higiéniai termékekre. A szó legnemesebb értelmében elég példátlan az az összefogása, hogy a lakosság reagált, és hogy az első pillanattól kezdve látszik a közösségi médiában az, hogy a magyar emberek mennyire szeretnének segíteni, és csatlakoznak a különböző szervezeteknek a gyűjtési akcióihoz, és ahogy ön is mondta, rengetegen vannak, akik úgymond magánakciókkal próbálnak segíteni. Mi az, amiben úgymond önkéntes munka formájában tudnak a lakosok segíteni? Itt a kerületben van-e lehetőség arra, hogyha valakinek van szabad ideje, szabad kapacitása, akkor bármilyen formában akár a gyűjtőpontoknak tudjon segíteni? Én inkább azt kérném szépen a lakosságtól, hogyha ha elérnek valóban Budapestig a menekültek, ugye azért a katasztrófavédelem, hogy átvette az irányítást, ő nekik megvan, hogy melyik megyékre terjed ki egyelőre a hatáskörük, és hol vannak a befogadó állomások, de hogy elérnek ide Budapestre, akkor próbáljanak meg majd segíteni. Egyébként érkezett felajánlás nyugdíjas óvónénitől, hogy esetleg a gyerekekkel tud majd foglalkozni, hogyha idejön, és amire nagy szükség lesz, majd nyilván pszichológusra és a szó jó értelmében. Azért ők egy feszült helyzetből jönnek Ukrajnából, egymás közt is feszültek, lehetnek feszültség keletkezhet, ezt kell majd nekünk kezelni, és én akkor kérem majd inkább a segítséget, amikor valóban itt vannak már a kerületben, és itt vannak a Budapest különböző kerületeiben, hogy akkor segítség a lakosokat. A gyűjtést azt ugye behozza az állampolgár a gyűjtőpontra, amit úgy gondol, hogy szükség van rá, azt leteszi, és azt mi, vagy hát a Csokonaival együtt mi tovább visszük az Ökumenikus Szeretett Szolgálatnak, és ők majd elosztják, hogy hova lehet ezekkel, vagy hova kell ezeket vinni, és kinek milyen szüksége van rá. És mondom, én azt kérem majd, hogyha tényleg itt vannak a kerületben, akkor szeretnénk az ő felajánlásaikkal élni, és akkor kérjük az ő segítségüket. És azért érdekes volt a hétvége, ugye volt a Gönc 100 est a Csokonai Művelődési Központban, Művelődési Házban, Rendezvényházban,
Érdekes, hogy a Covid után egy picit próbálunk most már felszabadultabban szórakozni, talán lehet egy picit nyitni a kultúra, vagy idézőjelben mondom a szórakozás felé, ugye pénteken a Göncszázest, szombaton pedig a Ráte köszönet koncertje volt, és olyan ambivalens érzéssel ül az ember egy-egy ilyen rendezvényen, hogy tényleg kiszabadulva 2 év után a Covidból, hogy egy picit azért feloldódjunk, szórakozzunk, de közben ugye a háború azért úgy lenyomja ezt a hangulatot, hogy akkor mégsem kéne annyira szórakozni, úgyhogy hát picit így szó szerint mondom, és sajnos nem csak átütértem, hogy azért meg vagyunk lőve itt elég rendesen egy program tekintetében. Én nagyon remélem, hogy ennek a háborúnak vége lesz nagyon hamar, és akkor visszaáll a normális kerékvágásba az élet. Meglátjuk, hát nyilván nem rajtunk múlik, de amit lehet, azt megteszünk segítségként. Ugye említette, hogy a gyűjtőpontokra mi az, amit várnak, tartós élelmiszer, tisztasági csomagokat, mi az, amit ne hozzon semmiképpen az, aki segíteni szeretne, mi az, amit nem tudnak tárolni, amit nincs értelme hozni, mert nem tudják felhasználni, illetve hát az egyik leglogikusabb kérdés, hogyha valaki nem tud vásárolni, mert akár külföldről segítene, vagy nincs lehetősége rá, akkor pénzadományjal tud-e segíteni. Mi az, amit ne hozzanak? Semmiképpen ne hozzanak romlandó élelmiszert, gyümölcsöt és mondjuk készételt, ami nem konzerv formájában jelenik meg, hanem tényleg most főzték, és akkor szeretnék átadni. Erre jelenleg nincs kapacitásunk, hogy akár hűtővel, vagy bármivel, vagy hűtőben, vagy bárhol elhelyezzük ezeket a készételeket. Tehát ha készételt szeretnének hozni, akkor azt konzerv formájában hozzák mindenképpen. A pénzadománnyal kapcsolatban az önkormányzatunk nem tervez pénzgyűjtést. Én ezzel úgy vagyok, hogy ezt utána elszámolni nagyon nehéz, hogy ki mennyi pénzt adott, és hogy gondolja azt, hogy én ezt el tudom költeni arra esetleg, amire szükség van. Ha pénzadományra lesz szüksége bármelyik kárpátaljai, vagy akár bármelyik ukrán településnek, én úgy gondolom, hogy azért az önkormányzat attól függetlenül, hogy nem a legjobb anyagi helyzetben van, ennyit meg tud engedni magának, hogy bármilyen pénzadomány, bármilyen nyilván korlátolt összegben, de pénzadományt felajánljon, azért van nekünk erre keretünk, akár a határon túli magyarokat segítő keretünk, vagy esetleg tartalékkeretből tudunk pénzadományt juttatni településeknek, vagy hát segélyszervezeteknek, esetleg is rajta keresztül ugye az ukrán településeknek. De egyelőre azért, ahogy elhallgatom, a pénzadomány átjuttatása a határon is elég nehézkes, nem beszélve arról, hogy most akkor a bankokkal itt hogy van, hogy akkor kiengedi át, és milyen lehetőségei vannak annak, hogy átutaljuk a pénzt. Úgyhogy az önkormányzat pénzadományt egyelőre nem gyűjt. Ha szükség lesz rá, akkor természetesen jelezni fogjuk. Egyébként nagyon sok segélyvonal és nagyon sok adományvonal elérhető interneten. Én azért azt gondolom, hogy a megbízható adományvonalakra küldjenek az emberek pénzadományokat, hogyha ezt szeretnék. Ebben a helyzetben mennyire tud most előtérbe kerülni a választás, mennyire lehet a választással foglalkozni, hiszen szűk egy hónapon belül itt van a választás időpontja. Lehet-e úgy megosztani a kapacitásokat, hogy jusson a segítségnyújtásra is, de mellette azért ne felejtsük el azt, hogy egy hónapon belül választani kell az ország vezetőiről? Hát szoktam mondani, hogy egy napunk 24 órából áll, tehát mindenre igyekszünk időt szakítani. Természetesen ettől függetlenül kampányolunk az országgyűlési választásra, napközben gyűjtjük az adományokat, éjjel meg este meg plakátolunk és kampányolunk, de hát természetesen azért a napközbeni utcafórumok azért megjelennek a kerületben is, de hát ott is nyilván ez a kérdés elsősorban, hogy mi lesz az orosz-ukrán válsággal, és hogyan tudja ezt Magyarország is, de legfőképpen Ukrajna túlélni majd, hogy itt tartunk jelen pillanatban. De hát a választások, én úgy gondolom, hogy megtartásra kerülnek április 3-án, és hát mindenkit arra kérünk, hogy akkor menjen el választani. Aztán eldönti mindenki saját maga, hogy melyik oldalra szavaz. Szerintem azért most is elég sok mindenki rajzolódik a választási kampányból, hogy ki hogy kampányol, vagy ki hogy segíti akár ezt a válságot. Bízunk benne, hogy tényleg nagyon hamar rendeződik a helyzet, és akiknek most el kellett hagyni az otthonaikat, mielőbb egy olyan új életet tudnak kezdeni, ahol a régihez hasonlóan nyugalomban, békességben tudnak élni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és bízunk benne, hogy ha bármilyen új kezdeményezés vagy fejlemény lesz, akkor arra minél előbb tudjuk a lakosságot tájékoztatni. Én köszönöm a meghívást, és azért azt szeretném megköszönni mindenkinek, aki a csendes gyertyagyújtáson részt vett a keddi nap folyamán itt a Hubay Jenő téren az önkormányzat épülete előtt, mert szerintem azért ez is sokat jelent mind az ukrán menekülteknek, mind azoknak, akik együtt éreznek a menekültekkel. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Nézőinknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Kövessék az önkormányzat honlapját, illetve a tegnap elindult csokonai15.hu oldalt, ahol a legfrissebb híreket mindig megtalálhatják, és tájékozódhatnak a kerületi gyűjtésről is. Jövő héten pedig a megszokott időben ismét várjuk majd önöket. Viszontlátásra!